Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez az üzenet van számotokra, hanem képek is. Ezúttal is kaptam két képet, mint két képes lap, és ahogy te értelmezed, azt leírhatod a kommentárba. Ezek az üzenetek neked szólnak, akkor is, ha általános, hiszen nincsenek véletlenek, nem véletlenül nézed meg ezt a felvételt. Viszont, ha szeretnél egy ilyen égi üzenetet, egy személyes üzenetet, erre is megvan a lehetőség. E-mailen keresztül felveheted velem a kapcsolatot. Az energiai egyensúly az 4000 forint. És most rátérnék a képekre. Az első képen volt egy férfi kéz, és a kezében egy ezüst tálca. A második képen egy nyitott olló. Ez már volt korábban is, ez az olló a képen, de ezúttal ez is ezüst színű volt. Én ezt úgy értelmezem, hogy valaki átnyújtja számodra szimbolikusan ezt az ezüst tálcát, tehát lesz egy lehetőség, lesz egy jó ajánlat, vágj bele, ezt mutatja az olló. Mivel az olló nyitott volt, légy nyitott erre a lehetőségre. Hogyan értelmezed te? Írd le a kommentárba, ennek nagyon örülnék. És most megnézzük az égi üzenetet, hiszen kinyitom a Bibliát. A szöveg itt német, de lefordítom. Tehát az volt az üzenet, hogy te valamit szeretnél megtartani, lehet, hogy erővel megtartani, de engedd el. Van nálad egy kívánság, vagy egy terv, ezt meg tudod valósítani, és örülj ennek. Vannak még ellenségek, vagy valaki támadni fog téged, de kerüld el, ne figyelj oda rá. Ha van egy kapcsolat, ahol te valamit szeretnél vásárolni, ez az ár túl magas. Lesz majd egy új árajánlat, és ez kedvezőbb számodra. Az életutadon legyenek célok, hiszen el fogod tudni ezeket a célokat érni. És ez volt az üzenet a képek alapján és a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!